marok, amilyen a kéz, ez már gyakorlatilag nagyon sok mindent meg fog határozni. Aztán, hol találtuk meg ezt a kardot, emlékezzünk vissza, még mielőtt elindulunk a hosszú úton. Hát egy kert. Itt a kertnek is döntő szerepe van. Ez egy olyan kert, hogy kert, teljesen mindegy, mert egy kert az általában egy élet kerete, mert belsejében születik meg. Aztán emlékezzünk vissza, mert ez egy nagyon szép jelenet, és itt a bábos eszköztárban, a gyermekrajz nyomán, ott ebbe a kis bezárt kis épületbe volt egy oltár. Igen, hát a népmesébe is előtérbe kerül ez az oltár, de nem bent, hanem kint. Hát amikor a gyerek leszúrja a kardot a földbe, mondjuk képzeljük el így a földet. Hát van valami kis dombolzati viszony. És leszúrja a kardot. Nem nehéz kitalálni, hogy abban a pillanatban eljutunk egy ilyen alakzathoz. Most egy kicsit a jobb oldal, bal oldal és a középső tengely az, de dinamikus. Tehát ez a dinamikus földi hullámzás, ezt talán megbocsátja, hogy nem pont a hegy tetejére kerül a kardnak a hegye. Na igen ám, de a kardnak hegye van. És én beleszúrom a földbe, és az a föld kiemelkedik, akkor annak megint mi lesz a neve? Ugyanazt a nevet fogja megkapni. Tehát ha van szent hegy a világon, akkor pontosan erről van szó. És itt a történelmi jelenségeket érdemes számba venni, az ember nem szívesen teszi, de tényleg érdemes, ugyanis a szkíta népek vallásos szokásairól elmondja már Hérodotosz, hogy nem nagyon ismerik az isteneknek, hát ezt ő nyilván jobban tudja, mert ott volt, hogy nem ott volt, de a szkíták nem nagyon készítettek úgynevezett bálványozásra alkalmazható szertartási eszközöket, Isten szobrokat. Hangsúlyozom, ez egy olyan forrás, amit nem lehet túlságosan hitelesnek tekinteni abból a szempontból, mert egy hierodotoszmus nyitul a szkíták szokásairól. De egy biztos, minden ókori történetíró leírja, és ezt nagy nyomatékkal hangsúlyozza, hogy viszont van egy olyan szentélytípusuk, amely szentélytípusban csak egy mesztelen kardantak hozzák. És ezt a kardot állítják le az oltárra, vagy éppen szúrják le a földre. Tehát itt már nagyon sok minden, egyetlen egy jelentés vonatkozásával tényleg nagyon sok minden szépen előtérbe kerül, és hogyha egy kardnak, egy akaratnak van éle, akkor az az életet fogja szolgálni. És hát itt jön a keserű tanulság, hogy sajnos ezt a kardot a hüvelyből előhúzták, vagy elő fogják húzni. Viszont innentől kezdve 18 éven felül nektek. Gondolom azért érzékeltünk itt dolgokat. Hogy például ezek a kis királylányok, amikor megcsörren a hüvelyben a kard, akkor ők halásával támadnak. Hát nem csodálom egyébként, az élet már csak ilyen, de a kardhüvely vonatkozásában ezt tényleg számba kell venni. Tehát mi úgy azt higgyük, hogy itt valamiféle túlzás van, vagy olyan vizekre tereszkedünk, amiknek nincsen fontossága, hiszen az emberi élet továbbvitele szempontjából alapvető kérdés, hogy a férfi ember, ha már karddal jár, az a kard hogy működik. Mert ha nem működik az a kard, akkor az emberi társadalom a klónozás útjára fog átérni. Tehát azért hangsúlyozom, nem szabad túlzásba vinni az ilyen értelmezéseket, de bizony erre oda kell figyelni, mert annyiszor kerül előtérve éppen királylánnyal való kapcsolatban, hogy csörren a hüvelyben a kard, és akkor a kis királylány korosával el, hát sajnos ilyen az élet. De ráadásul, na jó, most már nem ismerem tovább folytatni, tehát lényeg az, hogy ennek a hüvelynek, kardhüvelynek azért van egy olyan felolvasati lehetősége, vagy értelmezési lehetősége is most,
hogy valamit hőre kell elérni. Tehát most a nyelvpörgetés útján haladunk. Tehát erre meg lehet mondani, hogy hő nélkül pedig nem megy. Tehát ezt is azért tudni kell. De az akaratnak, a kardnak bizony van heve, ha van éle, akkor ez az életnek a heve lesz, mert kard, gondolom, tudjuk, hegy és él nélkül nem létezik. És hogyha hüvelyben van és hevületről van szó, akkor nem mindegy, hogy ez a kard mit fog szolgálni, de egy biztos, csak is az életet fogja szolgálni. A magyar király kardja csak is az életet szolgálja, és ugyanebben a mással hozó kategória rendszerben, hát hogyha vissza tudunk emlékezni népmesére, vagy a itt elvázolt útra, van egy olyan pillanat, amikor az álmot megálmodja ez a gyerek. És aztán már meg sem várja, legalábbis a mesében így szerepel, a pitymallatot, már szalad ki. Na most napról napra ő ki szokott szaladni a kis kertjéhez. És hogyha én az ő útját keresem, mondjuk égtáj szintjén, és hangsúlyozódik az, hogy van egy pillanat, amikor már a pitymallatot sem várja meg, akkor nem nehéz kitalálni, eljutottunk nyelvpörgetés útján, ahhoz a tételhez, hogy mit szolgál ez a kard az akaraton keresztül, magát azt az életet, ami keletkezőben van. Na most hol kell föl a nap általában? Hát majd egyszer megérjük azt, hogy nem ott fog felkelni, de egyelőre még ott kell fel, ez pedig keletnek nevezik. Tavasz a kikelet, és akkor lehet szépen folytatni. Aztán, ami népmesében nagyon hangsúlyos volt, és akkor nagyon gyorsan, mert érzékelni lehet a kritikát, tehát is azért, hogy ebben tartósan a kritikával nem akar szembesülni. Tehát a magyar népmesék értelmezési kerete, az az évkörnek a keretrendszere. Tehát a fény árnyék arány változásának ritmusát figyelembe véve lehet a népmese jelentés rétegeit kibontani. Ez pedig azt jelenti, hogy amikor elindul egy népmese úgy, hogy hol volt, hol nem volt, akkor egy ilyen világkeretrendszerben egy alapvető mozgásképlethez jutunk el, egy eleven állandó lüktetéshez, ami hol van, hol nincs, de végeredményben mindig van. Ez a fajta kettőség, ami egyetlen egy ilyen mesében és a népmesében megfogalmazódik, és a gyerekek a tanulni rá, bár lehet, hogy most erre nem fogunk bizonyságot találni, mert most már a szabotálásnak a pillanatai indulnak el, de egy biztos, ha a gyermek odahaza, mondjuk ilyen veszélyes életképi szinten és életképében, amikor rakoncátlankodik, és érdekes módon apjából, anyjából, nagyapjából, nagyanyjából se a gyermeki megértő lelkületet hozza ki, hanem már lehet érzékeny, valami csattanunkat. És ha van esze az embernek csattanás előtt, akkor térdére ülteti azt a gyereket, és azt mondja, hogy hol volt, hol nem volt. És abban a pillanatban, mintha valami csoda történt volna. Tehát, hogy mit jelent ez a hol volt, hol nem volt, ez tényleg csak egy gyermeki lélek tudja igazából. Abban a pillanatban a világ teremtésének közelébe jutott. Mert ahol hol volt, hol nem volt, még együtt van, ő abból a világból indult ebbe a világba. És ez tényleg, mintha egy csodaszó lenne, vagy csodafogalom lenne, vagy csodaima. És a népmesék nagyon szépen figyelmeztetnek, hogy az élet útján megállni nem lehet, a saját hibáinkkal nem tudunk túlemelkedni, az életben nem leszünk meserősök. Hogy jelzi ezt rögtön a népmesek kezdet, hogy itt is elmondott egyébként. Hát hetet-hét országon is túl, óperenciás tengeren is túl, csak hogy jön egy dráma, egy fordulat. Arra gondolunk, hogy ezek ilyen szabvány szövegek, minden mese így kezdődik, átvették egymástól interneten az adatokat, és úgy adták tovább. Üveghegyen nem túl, hanem mindig. Na, erre gondoltunk volna. Na, azért tegyük szívünkre a kezünket. Van a kettő között különbség? Hát az, hogy innét vagy túl, hát aki az üveghegyek térségében már járt életében, az pontosan tudja, mit jelent, hogy innét. Itt már gyakorlatilag azt is lehet érzékelni, hogy az üveghegy az évkörön belül innét hol van. Tehát mi
milyen tulajdonságok megidézője. Ezt üveggel vigyázni kell. Miért kell vigyázni? Hát azért, mert már csak nyelvi úton benne van valami, amit mondjuk, ha egy gyerek úgy tapasztal, mert én ismertem olyan gyerekeket, akik például a fokorsót máshogy tudták elképzelni, mint üvegből. Üvegből. Nyilván aztán lehet az, mert persze, mert olyan népmeséket olvastak, ami nem is magyar, de nem erről van szó. Az üveg az egy nagyon érdekes képződmény. Na most a tisztaságos tükör vonatkozásában milyen tulajdonságok jönnek mondjuk üveg révén erre a világra? Tehát liturgiában tisztaságos tükör. Hát szűzmánya. És emlékezzünk vissza, Pap Gábor nagyon szépen el szoktam mondani, hogy ez mit jelent, ez a Mária üveg. Mit jelent a Mária üveg? Ő így szokta mondani, hogy a pancser fényeket, életképi szinten kérőket kiszűri, és az igazán erőset és kiérletet pedig, hát átengedi és felölti. Hát ez nem akármilyen ügy. Tehát az üveg egy bizonyos szintjén végzetes hatással lehet, mondjuk ilyen pancser számba menő jelentkezők számára. És hát azt sem kell külön hangsúlyozni, hogy például apokaliptikus vonatkozásai is vannak, mert a világ végső idejében egy tengely úgy áll be, hogy üveggé változik. Na most évkörön belül melyik tengely tud a halak világhónap bizonyos szakaszában üveggé változni? Így jelenik meg üveg, tenger. Hát a halál tengely, a szűzhalak tengely nagyon helyes egyébként. Ugyanis a halak az víz ellenű, tehát a víz az elhangzott, és azért figyelmeztetni kell. Hát itt a gyerekek azért, gondolom, valamire fölfigyeltünk. Együtt élnek valamivel. Hogy néha még mi is elcsodálkozunk sokszor, hogy milyen bátran lényegre ráérzik ennek. Bizony erről a tengerről van szó. A szűz az üveg, a halak az tenger, tehát ez az a bizonyos üvegtenger. Viszont üveghegy, maradjunk most a szűz tulajdonságoknál, mert ez az üveghegytől innét, ez világosan jelzi. Nem túl vagyunk, hanem üveghegytől innét vagyunk. Na most, ha itt van egy apa, és van egy anya, és van egy fiú, akkor lehetne ezt az utat mondjuk a szűz téridő egységéből indítani. Nem lehetne, mert egy teljes értékű családi képletet idézni meg. Itt viszont egy özvegyasszony van. Özvegyasszony van, és emlékezzünk erre a kis szűzbogalóra, mert ez gyakorlatilag nem tűnt volna fel, a szűznek ezt a szokásos tendencia jelét alakított, és gyermekrajzon is megjelent. Na most ennek a építménynek, ennek a kis szűzházikónak, a belsejében pedig találkoztunk egy ilyen létrás képzettel. Legtipikusabb szűzképjelek közé tartozik. Ezt csak azért mondom, tehát miért kell mondani? Azért, mert egy gyerek ezt nem népes elemzésekből tanulja, és ezen tényleg el kell gondolkozni. Özvegyasszony és seprű elhangzott. Na most ki szokott seprűn utazni? Hát a férfi ember akkor másság konferenciákra kell járnia, hogy ő seprű utassa legyen. Ez kifejezetten a szűz tulajdonságok leginkább boszorkány kategóriájába tartozik, és ha már valaki látott középkori, hogy úgy mondjam, milyen kis képeket, ahol boszorkány utazik a seprű. Le sem merem rajzolni. De egy biztos, az özvegyasszonynál ott van a seprű, akkor így fogalmazok, mert ezt a gyerekek még egyelőre úgy zárójelben hallgatják, tantrikus lelkék. Előttek érnek. Ugyanakkor pedig a fiú oldalán tantrikus lelkék. Beletendőben, le ne rajzoljuk. És ahogy nő a gyerek, együtt, hát akkor kihez tartozik?